Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket itt az eredeti Fényzen templom egynapos elvonulásán. Engem a Benedeknek hívnak, egy természetes ember vagyok, és szeretnék nektek egy kicsit beszélni a meditáció kapcsán, ezután az egynapos gyakorlás során. Valami olyasmiről, amiről azt gondolom, hogy néha félreértjük a gyakorlásunk során. Nem tudom, hogy van-e köztetek itt a teremben olyan valaki, aki soha életében nem volt még színházba és nem ült a nézőtér soraiban. Nem, mindenki volt színházba. Nagyon jó. Na hát képzeljétek el, hogy ha ültek a nézőtéren, és néztek egy színdarabot, most hirtelen eszembe jutott mondjuk Shakespeare Williamnek a sok hűhó semmiért mondjuk, amiben Benedikt és Beatrice, ha emlékeztek rá, vagy ha valaki látta, akkor egy jó kis drámát játszik egymással, utálkoznak, leértékelik egymást, és és egyáltalán nem valami támogató magatartást tanúsítanak egymás felé. És mi a nézőtér soraiban már az első felvonás kezdetén kezdjük sejteni, hogy emögött valami más rejlik. Hogy ez a két ember lehet, hogy valójában szereti egymást. Csak annyi egymásra vetülő illúzió, Annyi a múltból hozott sérülés és ezen keresztül egymásra rávetített hitrendszer gátolja a kapcsolatukat, hogy aztán az összes lovagnak össze kell fognia, és addig kell mesterkednie mindenféle elszövésen keresztül, hogy ők ténylegesen egymásra találjanak, hogy aztán végül is ugye egymásra találnak. De hogy mi már a nézők sorában a színpadon zajló eseményekből már jóval hamarabb feltételezzük, és átlátunk ezen a drámán. És meglátjuk azt, hogy ez a két ember ez valójában szereti egymást, csak nem tudja, hogy ezt hogy kell csinálni. És hogy ha rátekintetek a színpadra, és egy kicsit beleképzelitek magatokat, akár Benedikt, akár Beatrice szerepébe, akkor jól láthatjátok azt, hogy egyikük sem tud erről. Abban a szerepben vannak, hogy ők utálják egymást. Abban a szerepben vannak, hogy őnekik nekik le kell értékelni egymást, bántaniuk kell egymást, miközben belül lehet, hogy valami egészen mást éreznek egymás iránt. És nem tudnak arról, hogy ez történik velük. De onnan a nézőtér soraiból, te bizony rá tudsz látni erre, hiszen az egész drámát, az egész színpadi művet átlátod, látod benne a szereplőket, akik játszanak, és átlátsz a történeten. Na képzeljétek el az emberi tudat felépítésében, ha ezen a hasonlaton keresztül megközelíthetjük azt, akkor az egónk az nem más, mint ennek a színháznak a szintársulata és az önvaló nézőpontja, amely nézőpontot keresünk, amikor ebbe a meditációs terembe leülünk, és elkezdünk gyakorolni, az pedig a nézőtér soraiban található, szerencsés esetben akár egy színház igazgatói pozíció, de legalább a rendezői szék. A hamis önazonosulás, az illúzió az, amikor játszod a drámáidat, és éppen Benedikt vagy Beatrice szerepében vagy, és ezzel azonosítod önmagad. Nem látsz át a saját drámádon, csak valamilyen minőséget, valamilyen szerepszemélyiséget felveszel magadra, ami nem máshonnan, mint a múltból táplálkozik, megtanult minták, elszenvedett sérülések és társadalmi elvárások alapján. De a valóságtól gyakorta távol van. Amikor leülünk meditálni, akkor a célunk az, hogy megpróbáljunk erről a színpadról lekeveredni. És ezt a fajta hamis önazonosságot, hogy én Benedikt vagy Beatrice vagyok, és nekem el kell játszanom egy bizonyos szerepet, azt levetem magamról, lejövök a színpadról, és beülök a rendezői szék pozíciójába és már is látom a saját színművem. Ez az a pillanat, vagy ez az az objektív rátekintés, ami lehetővé teszi azt, hogy rálássak a saját karmámra, a saját történetemre, a saját színdarabomra. És ha erre ráláttam, és jól átlátom az egész színdarabot, akkor akár képessé válhatok arra is, hogy a kezembe fogjak egy füzetet, és akár írjak egy másik forgatókönyvet. És itt van a kulcs. A karma átalakítása. Tehát, ha valaminek, egy színműnek átlátom minden egyes részletét, akkor képes vagyok akár újra is írni azt. És az a félreértés, amit szeretnék most eloszlatni bennetek, az az, hogy valójában nekünk nem az a célunk, hogy a színpadon lévő színészeket eltüntessük a színpadról. Mert mi maradna utána? Ott ülne a rendező, egymaga a színházban, amivel alapjaiban nincsen baj, de hát az emberi interakcióink, a céljaink, bármi, amit el akarunk érni a világban, ha kapcsolódni akarunk másokhoz, egy családot szeretnénk fölépíteni, ha vezetünk egy vállalkozást, elvégezzük a munkánkat, bármi, bármi, mindenhez szükségünk van arra, hogy valamilyen szerepben legyünk, valamilyen szerepen keresztül kapcsolódjunk a többi emberhez. Hiszen az önvaló állapotában ezt nem tudjuk megtenni. Az csak pusztán létező állapot. Ez a nézőpont, ez a csak pusztán tükörszerű létező állapot, ez nagyon fontos ahhoz, hogy ezeket a szerepeinket megfelelőképpen lássuk. De ebből a minőségből nem tudunk kiáradni, nem tudunk teremteni, nem tudunk kapcsolatokat létrehozni. Ezért az egóra nagyon is nagy szükségünk van, nem összekeverendő az egoizmussal. Tehát erre a szintársulatra nagyon nagy szükségünk van, csak tudnunk kell, hogy melyik színésszel, mikor, hogyan és miként azonosulok, vagy nem azonosulok, és tudnom kell rálátni erre az egész szintársulatra, és ha ott olyan szerepszemélyiségek szerepelnek, amelyek Mondjuk úgy, hogy korlátozóak az életemben, vagy nem működnek megfelelőképpen, szenvedést hoznak létre, akkor azokat én, mint az életem rendezője, lehívhatom a színpadról, és felküldhetek helyettük mást. De ehhez először meg kell találjam a rendezői széket. Ki kell jöjjek egy hamis önazonosságból, ki kell jöjjek abból, hogy egy szereplővel azonosítsam önmagam, és rá kell jöjjek arra, hogy a rendezői székből rátekintve az egész szintársulatra egyszerre lehetek bármelyik, és egyszerre vagyok a rendezői székben is. És ha ezt megteszem, akkor át tudom alakítani az egész szintársulatomat, át tudom alakítani a színdarab drámáját, és megkapom azt a helyes azonosságot, hogy ki vagyok én csak pusztán létezőként, és lehetőséget kapok arra, hogy avval a szerep lépjek föl az életembe, amelyik ott, akkor, abban a pillanatban leginkább a kiteljesedést, leginkább az örömteliséget, leginkább a harmóniát tudja az életembe hozni. Tehát az, hogy az egót úgymond legyűrjem, vagy meghaladjam, az nem azt jelenti, hogy a színpadról lesöpröm a színészeimet, hanem azt jelenti, hogy kézben tartom őket, hogy képes vagyok átalakítani az életemet egy megfelelően működő színpadi művé, és közben képes vagyok bármikor elfoglalni a rendezői széket is. Ez a mai gyakorlat, ezen a hasonlaton keresztül egy kicsit a rendezői szék megtalálásáról is szólt. A meditáció lehetőséget kínál arra, hogy rátekintsek így módon a saját karmámra, a saját drámáimra, és megtaláljam azt az objektív nézőpontot, ahonnan átlátom azt. Ha már átláttam, akkor egyre inkább jobban és jobban kézben fogom tudni tartani. Kívánom nektek, hogy ezen az úton járjatok sikerrel. Kívánom nektek, hogy találjátok meg ezt a pozíciót, ezt a nézőpontot, amivel rá tudtok látni a saját színpadi művetekre, és kívánom nektek, hogy alakítsátok ezt olyanná, amely minden, mindegyik őtök életében kiteljesedést hoz. Köszönöm a figyelmet!